Sziasztok, molyok! Szinti vagyok, és a mai videómban a júliusi olvasmányomról lesz szó. Júliusban összesen 8 könyvet sikerült elolvasnom, ami 2764 oldalt jelent, úgyhogy a július az egy nagyon-nagyon jó hónap volt, szuper könyvek kerültek a kezembe, nagyon haladtam velük, szerettem őket, úgyhogy nézzük is, hogy mik voltak ezek, mert nagyon pozitív hónap volt a július. Az első könyv, ami a kezembe került egy barátnőm ajánlására, egy sorozat keretén belül került sor, azt itt majd meg is tudjátok nézni, ez a Holnap hiányozni fogsz. Ezt a könyvet nagyon sokszor ajánlotta már a karakter miatt, és én őszinte vagyok, hogy nagyon féltem tőle, és lehet magamtól nem is biztos, hogy vettem volna kézbe ezt a könyvet, viszont a sorozatom, amit indítottam, hogy a barátim váltják ki a következő olvasmányomot, Gina ezt választotta nekem, úgyhogy elolvastam, és egyáltalán nem bántam meg, de bővebben a könyvről ott beszélek a videóban, thriller rajongóknak ajánlom ezt a könyvet. A hónapon második olvasmánya Lucy Clarktól az Elveszettek volt, amit a 21. század kiadótól kaptam recenziós példányként, ezúttal is köszönöm szépen a kiadónak és Fini Petrának. Az a helyzet, hogy a könyv megjelenése óta izgatta a fantáziámat, hogy te jó ég, mi lesz itt? Na már most azt el kell mondanom, hogy a borító és a fülszöveg alapján teljesen másra számítottam, azt gondoltam, hogy másról lesz szó a történetben, viszont így is tetszett, de nem teljesen azt kaptam, mint amit a fülszöveg alapján így kisilabizáltam, úgymond. Kisilabizáltam, van ilyen szó? Mindegy. Tehát amit a fülszöveg alapján sejtettem a történetről. A történetünk két szemszögből olvasható, Lori és Erin szemszögéből. Ők egy testvérpár, és egy közös nyaralásra indulnak, viszont Erin lekési a repülőt, kissé szándékosan, kissé nem. A helyzet az, hogy Lori felszáll mégis erre a repülőgépre, hogy akkor elmegy egyedül a nyaralásra, ő nem foglalkozik a hisztis testvérével, viszont ez a repülőgép eltűnik, nem találják sem a roncsokat, sem semmi nyomát annak, hogy mi történt. Évek telnek el a repülő baleset óta, igazándiból már a köztudat elfogadta, hogy eltűnt egy repülőgép, nem találnak semmit, nem foglalkoznak vele, viszont Erin nem adja fel, és ő hiszi azt, hogy a nővére él, és igazándiból az egész életét annak teszi fel, hogy nyomozzon a repülőgép után. Érdemes elolvasni, szerintem, hogyha szeretnétek választani a 21. század kemény thriller sorozatából, akkor az Elveszetteket azt tudom nektek ajánlani, én nagyon-nagyon szerettem és 5 csillagot adtam rá. A harmadik olvasmányom jelenleg nincs itt fizikai példányként, pedig mégis megvan. A helyzet az, hogy 10 percig kerestem a videó felvétele előtt ezt a könyvet, és már teljesen kétségbe voltam esve, hogy hova tettem el, amikor rájöttem, hogy én ezt a könyvet kölcsön adtam egy barátnőmnek. Úgyhogy én is köszönöm szépen az Egeve kiadónak, hogy egy recenziós példányt kaphattam Kollár Betty Álmomban meglátnák című kötetéből. Tényleg megvan a könyv, csak amikor meséltem az egyik barátnőmnek, hogy hú, mit olvasok és mennyire tetszik, akkor felkeltette az érdeklődését, úgyhogy kölcsön adtam neki. Már második ember, akinek tetszeni fog szerintem, úgyhogy remélem minden is, Ancsa, hogyha olvasod, akkor jó olvasást kívánok neked, és remélem, hogy hatalmas élményt fog okozni, úgy, mint nekem. Na de akkor beszéljünk is a könyvről, mert én nekem ez hatalmas élmény volt, ugyanis már nagyon régóta nézegettem Kollár Bettyt és az ő könyveit, hogy szeretnék valamit olvasni. Amikor volt ez az új megjelenése, amiket várok videóm, abban is említettem, úgyhogy nagyon örültem a lehetőségnek, amikor a kiadó megkeresett ezzel a lehetőséggel. És hát ez volt az első Kollár Bettym, de nem az utolsó, ugyanis maga a stílus, ez a fiatalosság, ez a szlenges, de mégis azért igényes szöveg, egyszerűen imádtam, faltam a sorokat, az oldalakat, tehát hogy akkora élményt adott, hogy ez valami hihetetlen. Nagyon ritkán olvasok romantikust, egyébként nagyon vicces, mert most már egyre több romantikust olvasok, régen csak azt olvastam szinte, most már azért igyekszem a zsánerek közt így evickélni, de most megint úgy néz ki, hogy visszatérek a romantikushoz, nem tudom, de ez egy nagyon jó választás volt, az biztos. Tehetünk főszereplője Revi,
akinek igazániból az életét nagyon befolyásolja az, hogy a szülei elváltak, és igazániból onnantól kezdve elég sok minden rosszul alakult az életében, az egyetem, ahova szeretett volna menni, végül úgy döntött, hogy mégsem megy el, a barátaival egyetem iskola után megszűnt a kapcsolata, és igazániból egy osztálytalálkozóra hívják, amire végül el is megy, de valahogy úgy azt érzi, hogy a régi ényit azt teljesen elveszítette, nagyon letargikus, rossz kedvű sokszor, úgyhogy igazániból a régi ényét teljesen elveszítette a szülei elválása miatt. Viszont itt jön a képbe Xavier, aki a középiskolában nagy plátói szerelme volt, viszont erről a fiú nem tud, és hogy mi itt a csavar, elkezdenek együtt időt utazni, ami szerintem nagyon jó csavart ad az egész történetnek, ugyanis mind a ketten visszamennek a középiskolás időszakukba, és ott találkoznak, és próbálnak rájönni, hogy mi történik, hogy ők álmukban időt utaznak. Szerintem szuper ötlet volt, hogy ez a két karaktert úgymond újra összeboronálta az írónő, és igazániból egy olyan helyszínre vitt, egy olyan időbe vitte őket vissza, amikor igazániból már rég együtt lehetnének, hogyha kicsit bátrabbak lettek volna, szerintem. És igazániból mind a két karaktert nagyon szerettem. Revi néha az elején mondjuk idegesített, amikor Xavier kitalált, hogy jó, akkor kezdjenek el naplót írni, találják ki, hogy az az időutazás most miért van, hogy van, és Revi meg nem akarta ezt az egészet, és nem bírta felfogni, hogy most mi történik. Értem, kicsit igazániból emberi volt, tehát, vagy úgy mondjam, emberi volt az ő reakciója, viszont azért kicsit ez már idegesítő volt az elején, de ezen túl lendültünk, és utána már ő is teljesen normális módján kezelte ezt a dolgot, és nem éreztem azt, hogy kicsit sok az a para, amit ő, viszont azt is megértettem, hogy ő neki azért is volt nehéz ez, mert egy olyan emberrel időt utazott, aki neki számára még mindig fontos, és emiatt volt valószínűleg, de akkor picit idegesített az elején. Ennek ellenére nagyon-nagyon szerettem a történetet, szerettem azt, hogy az időutazás is nem mindig ugyanúgy volt, hogy mondjam, hogy ne spoilerezzek, tehát mindig vitt még az írón egy kicsit csavart az időutazásba is, hogy a karakterek nehogy egyszer jól érezzék magukat, szerettem. Lehet, hogy a legkomolyabb Kollár Bettivel kezdtem, de biztos, hogy nem volt ez rossz döntés a részemről, ugyanis szerintem fontos az, hogy elég sok embert valószínűleg érint az, hogy a szülei elválnak, és emiatt ő akár mentálisan, akár bármilyen módon megváltozik az élete, nyilván azért ez egy nagy dolog, úgyhogy szerintem sokan vagyunk itt, akár Magyarországon, akár világszinten, akiknek ez így az életében megtörtént, és igazániból a könyv erre is rávilágít, hogy ez nem a világ vége, és igazániból azért, mert a szüleink így döntöttek, attól mi még lehetünk teljesek és boldogok, csak meg kell találni a lehetőségek tárházát. A negyedik olvasmányom Aurora Lewis Turnertől az Istenek játéka volt, ezt elkönyvként olvastam. Én is köszönöm szépen a lehetőséget az írónőnek, hogy elolvashattam ezt a történetet, mert wow, imádtam! Ez egy disztópikus történet, ugyanis itt már vége a járványoknak, nincs betegség, és az emberek ilyen pici városokban tömörülnek, és igazániból elvesztik az érzéseiket, tehát közönyt éreznek egymás iránt, nincs a testi érintés, tehát egy borzasztó városban, világban élnek, és igazániból vannak az ők isteneik, és vannak a kiválasztottak, ilyen Luna is, a történetünk főszereplője, aki igazándiból az életét fogja adni az istenekért. Az, hogy miért, ez a történet során ki fog derülni, és az számomra wow érzés volt. Történetünk főszereplője Luna, aki ebben a kisvárosban él, viszont ő kiválasztott, tehát ő lesz az, aki az isteneknek adja az életét, úgymond tartozik nekik ezzel, és a lány ezt el is fogadja, és boldogan adja az életét az istenekért, viszont amikor ott jön az idő, hogy meg kell, hogy haljon, nem hal meg, és ezért egy istent küldenek le föntről, aki elviszi a lány, viszont egy kis csapattal együtt fog menni. Ahogy a várostól egyre messzebb kerülnek, a közöny egyre inkább kezd eltűnni, és érzéseikre ébrednek, gondolataikra, felfedezik azt a világot, amit eddig még nem ismertek, és rájönnek, hogy ők egy burokban éltek. És hát ez az Isten, akivel ők utaznak, aki viszi őket, eléggé pimasz, eléggé szerethető, rossz fiús karakter, akivel nem igazán van jóban Luna,
ez a kicsit ez a szeretlek, utállak, gyűlöllek kapcsolat az övéki, amit én nagyon-nagyon élveztem olvasni. Az ő párbeszédék szerintem zseniálisak voltak, és az ő kapcsolatuk is szerintem nagyon különleges a történet során. Többet nem is mondanék a történetről, mert azért elég sok titok rejlik ebben a világban, már szerintem ez alapján is sejthetitek. Akkor tudom nektek ajánlani ezt a történetet. Én még csak annyit mondanék, hogy a vége nem tetszett. Értem, hogy miért, nagyon drámai volt a vége, és ezért gondolkoztam, hogy 4,5 vagy 5 csillagot adjak, de viszont értem, hogy miért az lett a történet vége, úgyhogy 5 csillagot adok, mert azért végig imádtam ezt a történetet, és azért, mert a végén nyilván olyan volt a végkifejlet, ami nagyon jó végkifejlet volt, csak engem dühített, hogy az lett a vége. Úgyhogy innen az írónőnek, hogy azért jár az 5 csillag, de au, megsirattál. Utána következett a Heartstopper második része, amit gyorsan kipörgettem igazándiból. Nem volt túlmaradandó élmény. Az első talán egy picit jobban tetszett. Most nem emlékszem, hogy arra 4,5 csillagot adtam, vagy 4-et, de erre a második részre 4-et adok, mert jó volt, még mindig cuki volt a történet, a két fiú szereme még mindig aranyos, még mindig cuki, de ennyi. Tehát, hogy valahogy úgy még mindig nem érzem a hype-ot, még mindig nem érzem, de valószínűleg a következő részeket is el fogom olvasni, de nem vagyok Heartstopper rajongó, de azért jól esik a lelkemnek ez a történet, úgyhogy 4 csillag. Ezután ismételten egy képregény jött, méghozzá Cserkeszterek első része, amit én nagyon szerettem olvasni. Én soha nem voltam cserkész, és így kicsit így beleláttam ebbe a világba, ebbe a hát világ, ebbe a létbe, úgymond, nem igazán tudom, hogy ezt hogy mondjam, de tetszett az, hogy picit beleláttam, hogy milyen cserkésznek lenni, úgyhogy nekem ez tetszett, illetve az, hogy a barátság, ami így köztük van, úgyhogy szerintem ez egy jó képregény volt, valószínűleg elolvasom majd a következő részt is, annyira nagyon nagy élményt nem adott, de nem is volt rossz történet, úgyhogy nekem ez egy 4 csillag volt. Az utolsó előtti olvasmányom egy sci-fi regény volt, Kircsákostól az ébredés. Az a helyzet, hogy ettől a történettől nagyon féltem, ugyanis mármint belekezdeni is, mert a hossza miatt is, meg úgy egyébként is a sci-fi messze áll azért tőlem, viszont mindenféleképpen szerettem volna elolvasni, ugyanis Ákostól kaptam recenziós példánként, ezért is köszönöm szépen neked, Ákos, viszont azért abban volt egy kis igazság, hogy volt bennem félsz, ugyanis, és jó, hogy azért én kis könnyed képregények után olvastam, mert azért ez nem volt egy egyszerű olvasás. A nem egyszerű olvasás alatt azt értem, hogy nagyon tetszett a stílus még mindig, és maga a történet is nagyon izgalmas volt, viszont féltem azoktól a lényektől, akikkel találkoztam itt. Volt olyan, hogy álmaimban is ilyen különböző izékkel álmodtam. Tudom, hogy ez az izé, ez egy nem pont egy könyves YouTube csatornára való szó, de tehát egy űrlényekkel, idegenekkel, nem tudom mikkel álmodtam, amik a könyvben voltak, úgyhogy egy időre volt, hogy le is kellett, hogy tegyem, és jó, más is kell picit olvasnom, mert traumatizált a könyv, de viszont pont ezért 5 csillagot adtam neki, mert hatott rám. A történetről röviden annyit mondanék, hogy a Meridian űrhajót követjük, ahol elindul egy kisereg, hogy megkeressék az Achilleust, ami eltűnt, egy másik űrhajót, és igazándiból az egyik csapat fent marad, a másik csapat pedig lemegy egy bolygóra ezt felfedezni, na a lenti bolygón ott borzasztó miket találnak, viszont akik fennmaradtak, hát ők sincsenek biztonságban, ugyanis ott is bejutott valami, ami szedi az áldozatait. Úgyhogy nagyon para volt nekem, és nem tudom, hogy ez kifizet, egyébként kell-e félni, vagy csak én vagyok ilyen kis parás, de nagyon jó volt a történet. Jó volt. Tetszett az, hogy két kis csapatot is tudtam így követni, hogy megoszlottak, és igazándiból, amikor az egyiket izgultam, akkor a másiket is izgulattam, úgyhogy jó volt a stressz, tetszett benne ez a fajta izgalom, úgyhogy ahhoz képest gyorsan el is olvastam, és egy jó fajta élményt adott, úgyhogy Ákos, nem haragszom, nagyon szerettem tényleg a történetet, és csak így tovább, szerintem ez egy jó sci-fi regény volt. A hónapom utolsó olvasmány egy kis könnyed romantikus volt, ez pedig Riley Bakertől az utóirat Elvittem az autót, 1-2-t. Hát kellett azért Ákos könyve után egy kis könnyed romantika, úgyhogy Riley Bakertől ezt teljes mértékig megkaptam. Itt Paige Elliotot követjük, aki boldogan él a kis párkapcsolatában, minden rendben van az életében egészen addig, amíg rá nem döbben arra, hogy megcsalja az imádott férfiú, és hát elkezd nyomozni,
És ilyenkor mit tesz egy átlag lány? Jöhet a fagyi, jön a szakítás, és igazándiból a depresszió. Na, Paige nem ez a fajta lány, ő a B-verziót választotta, bosszút áll, és visszaadja elég vicces, olvasóként vicces formában azt, hogy a férfi ezt tette vele, például elvitte az autóját. Még mindig nagyon szerettem ezt a történetet, természetesen 5 csillagot adtam rá, és lányok, mindig az édes bosszú, mindig az a választás. Hát ők volnának azok, amiket elolvastam júliusban, plusz amik ugye nincsenek itt nálam fizikai példányként. Jó kis hónap volt, szeretnék még ilyet sokat-sokat, úgyhogy remélem, hogy ti is sok jót olvastatok júliusban. Ha így van, akkor írjátok meg lent kommentben, hogy melyik volt az a könyv, ami nagyon meghatározó volt júliusban, vagy nagyon-nagyon tetszett. Esetleg szemezgetnék a kommentek közül, hogyha van ilyen, nyugodtan írjátok meg. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, ha tetszett a videó, nyomjatok egy like gombot, illetve ne felejtsetek el feliratkozni lent a csatornára. Találkozunk a legközelebbi videómban is, sziasztok!